Úristen, ez vállalhatatlan, mi ez? UMG. Belépünk gyorsan, hogy még be tudjunk csatlakozni. Azt hisz rákeresek. Esemény, osz megy! Hát ez csodás. Megint nem lesz szerver, akkor én ezért kapok. Nem tudom, valamit. Ah, hang is van, hát ez fantasztik. És 480p. Azt sem tudom, ez a megye 720p 60fps-be, tök mindegy. Elvileg most van egy óránk, nem tudom. Mindegy, szóval sziasztok mindenkinek, kellemes estét. Sok minden változott most ebbe a streambe, nem tudom ki mennyi dolgot vesz észre. Jaj, most véletlen csináltam valamit, mindegy, tehát várunk még egy kicsit, bár addig lehet, hogy be is csatlakozok, hogy legyen szerver. Na, az a lényeg, hogy Killing Floor 2 lesz, hogyha minden úgy jön össze. Jöhetne úgy össze, mert jó lenne. Ó, vannak skinjeim, de jó. Boomstick, az tök jó. Na, a Killing Floor 2 ugye múlt hónapban nem működött teljesen, az egész szerver le volt fagyva, de most elvileg megcsinálták jól, és van valami új event, ami egy csomó új szörny, meg ott látható, ott abban a sarokban, hogy ilyen bohócok, meg mit tudom én, milyen zombik jöttek be a játékba, ami tök jó, úgyhogy nagyon fantasztikus lesz, úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy működik-e a dolog. Nem tudom, akik itt vagytok, sziasztok, még egyszer kellemes estét. Tippeljetek három dolgot, amúgy csak kettő változott. Mindegy, tippeljetek három dolgot, hogy szerintetek mi változott a mostani streamben. Aztán majd elmondom később. De ez lehet, hogy a stream végéig így lesz. Mindegy. Bár mondjuk, hát igen, tehát így rajtam változtak dolgok. Vagyis hát velem kapcsolatban. Na mindegy. Na, úgyhogy nézzünk egy online matchmakinget, hát ha most jó lesz és nem fog kifagyni a játék, mert elvileg most ha megcsinálták, hogy ne fagyjon ki. Nekem meg lesz a Killing Floor 2, amúgy én vagyok a éjféles. Az mit jelent? Oh, talált egy szervert. Lehet, hogy kifagytunk. Igen. Na jó, lehet, hogy kifagytunk. Az tök jó lesz amúgy. Igen, mostanában talál szerver, de gyakran kifagy. Jó, akkor lehet azt fogom csinálni, hogy megint ilyen sok videóból lesz a dolog, hogy akkor indítunk egy új streamet. Köszönöm, ez a Killing Floor, ez utál engem tette. Hogyha van játék, ami utál engem, hogy ne streameljem, az ez, tuti. Na jó, akkor pillanat, újra kezdem, mert hát, na mindegy. Elvileg. Come and get your tools of trade. Need a serious cash injection. Yeah, join the club. Értem. Na, azt kéne nekünk csinálni, hogy nem tudom. Hogy kell itt az embereket így? A squad. Szönnye, hogy így. Ezeket szem ti is halljátok, úgyhogy így már nem fogjátok hallani. Tök jó, mindegy. Ők úgy se értenek engem, úgyhogy tök jó. Na, az a lényeg, hogy megyünk, tehát betöltöttem, igen. Sajnos ezt a streamen kívül is szokta csinálni, hogy most már talál szervert, hál' Isten, csak így néha kifogy. Na mindegy, kedvenc pályámon vagyunk, és ott ez a Burning Paris. Vagyis hát mit írt nekem, nem tudom. Egy kicsit megpróbálok a gammán változtatni. Én feltolom maxra. Hát, hogy jobb lesz. Jó. Na, úgyhogy akkor rock and roll, nyomassuk neki a... Ez inkább heavy metal, mindegy. Killing Floor, úristen, el sem hiszem, hogy működik ez a játék. Még csak egy sessionbe kell bedobni, mert utána már működni fog végig. Tehát most már elvileg jók vagyunk. Ezt be lehet át kéne néznem a streamre, mert én most pont nem látom, mert elkezdtem itt egyből streamelni. Jajjaj. Rendkívül sokat látok.
basztott. Na. Úgyhogy az ajánlottad még mindig áll, aki esetleg most jöttem, hogy sziasztok mindenkinek, ezúton is köszöntök mindenkit, szervusztok. Tehát a streamben, elmondtam a stream eleje óta nézőknek is, hogy írjatok három dolgot, ami szerintetek változott. És ami velem kapcsolatos. Igazából kettő van, de hogyha nagyon akarjuk, akkor az három is. Aki nagyon szemfüles, az hármat észrevesz. Mondjuk mind a három rohadt nehéz, tehát... De... Ugyanilyen táskám van. Majd lesz szoba bemutató, megnézhetetek, hogy nem hazudtam. Tényleg ugyanilyen. És ez tényleg a Burning Paris, te szar. Vagyis hát, hogy tök jó, mert imádom ezt a pályát, de hogy... menjünk ki egyből. Na, pillanat. Közben újra lépek, csak hogy... itt van, azt mondja. Jelenleg élő közvetítés. Na, elvileg megyünk. Más póló, nem ilyen pólók, de amúgy, hát nem, vagyis hát igen, más póló van rajtam. De igen, ez nehéz lesz, nem baj, tehát nyugodtan irkálhattok. Három dolog változott igazából az elmúlt, hát úgymond egy hétben. Szerintem nem fogjátok észrevenni, mert tényleg olyan nem észrevehető. De hát ha. Majd stream végén elárulom. Most rohadtul örülök. Pump action. Ezt lehet eladom és veszek iridis centes. Aha, nem tudok venni. Hol van? Ja, nincs is 300-on, azt rohadt. Mindegy, kéne pénz. Hát ezt lehet, nem kellett volna eldobni. Need. Hát kéne kis cash PL-es. Hát köszönöm, mindig lejárt az időnk. Na hát ez mintha csak Pestet látnám a... 3-as metró, vagy mi van ott? 4-es metró, mindegy. Das ist Budapest VLS. Ja. Na, amúgy most elég sok mindenről kéne beszélnünk, és hát, hogy itt tök intenz a dolog. Mind a hónap, majd a hónapos vlog az még készül, mind a most megjelenő játékok ugye, amik majd fognak megjelenni folyamatosan szeptembertől. Mind az éjjövőmmel kapcsolatban. Úristen. Jó, nem ebben a videóban fogok én nagyon beszélgetni a dolgokról. De itt van Samu. Ez miért Samu? Meg én most egy ilyen elég sok dolog, úristen, ezt a filmet megnézném. Elég sok dolog fog történni, főleg ebben az évben. És hát az év második felében. Na mindegy. Ez a 3-as metrókot füstölnék. Igen. Hát szerintem füstöl. Bár nem nagyon néztem, de lehet, hogy füstöl. Na mindegy. Itt egy gránádét. Szervusztok. Ez mi ez a skin rajta? Te hogy nézel ki, ember? Mi ez az Stormtrooper Darth Vader kombináció? Ez tök jó. De miért is ilyen? Mindegy. A Samura nem tudok felugrani? Na most akkor veszünk egy shotit, mert legalább most lesz fegyverünk akkor már. Itt a táskám. Ez tényleg ugyanilyen van nekem, hihetetlen. Na mindegy. Ez 3/7, jó? Hát beszorok, hogy nem tudok venni. Egy 50 jó lenne. Köszönöm szépen. A szar robban itt be.
Jó, ne hagyjatok és rohadjon meg az összes, akkor majd ez nem lesz fegyverem. Akkor én majd csak így ez randalírozok itt. Hepajkodok, ez de szép vér effekt. Fakocka csak akad abban a metróban. Ezt nem értem, mindegy. A net nem szeret. A net vagy a net? Heh, poén. Ez mi? Ez az ékes. Hát nem, rohadjak meg, nincsen pénzem. Mindegy. Ellöm az is az égbe. És amúgy veletek mi a helyzet, csak hogy interaktív legyen a chat. Lelőttem egy sörös, poros hordót, tök jó. Hát akkor én random itt futkározok a semmi közepén. Oh, az ott egy fegyver. Lesz fegyverünk? Oh. Uf, action. Hát nem a legjobb, de legalább fegyver. Azt a úristen. Jézuska, mi a szar? Menj már innen. Já, pus. Mi ez? Hol vagyunk? Te Jézus Isten, mi ez? Dobok gránátot, hát felrobom benne az összes. Híleltem és magam pedig csak tölteni akartam, ez tök jó. Téged pedig látlak. Ah, ez de szép volt. De ezek nem új skinesíték amúgy. Mindig lehet, ez külön játékunkba kell. Menj már innen! Rendeltem úgy kontrollert, csak hogy témába vágjak, ugye? Mert már ezen most használok eléggé nem tapad, sőt olyan szinten nem tapad, hogy egy 10 perc játék után így kicsúszik a kezemből. Úgyhogy lesz új kontrollerem. Ugye azt a másikat, amit kibontottam videóba, azt visszaküldtem végül is, mert ez nem tetszett. Úgyhogy egy Stock Dualshock 4-et, ami a kettes generációs, tehát van benne elő egy csík, ami világít, mindegy, azt rendeltem. Tök jó. Úgyhogy ez jó lesz. Oh, itt a kedvenc terem. Vagy nem tudom, hogy kell azt mondani. Haldoklik a telefon akkumulátora, az se rossz. Vagyis hát igen. Steam Guard, úristen, nem is hallottam. Az a baj, mert a Steamet sem használok, nem is használtam életemben. Sajnos én nem tudok abban segíteni. A zene az viszont nagyon jó, le fogom tölteni, erre fog kezdeni. Ébresztő csengő hangom lesz. Melyiknek van egy jó hangja? Ah, szervusz neked. Mekkorát ugrottál? Hát, te nem olyan ronda vagy, hogy inkább maradtál volna Afrikába. Te meg dunkobi vagy. Perfekt. Na. Vegyünk egy Zweihandert, mert az ide pont illik. Jó, veszünk egy shotit, meg egy Zweihandert. Zweihander auf bitte schön. A német tudása mennyiben ki használtam. Glad you made it back. Ja, bitte scheiße wohl. Lots thanks. Eladás. Igen. Nem ez kell, hanem type. És Zweihander. Make your choices. Jó. Csodás. Majdnem ilyen székem volt egyszer. Az igen. Ez a most ferde, vagy ezzel mi van? Last chance. Én itt meg fogok állni, és megvárom, hogy jöjjenek a delikvensek. Hát szegény Eiffel-torony kicsit nem jól néz ki. Break time's over. Ha mindegy már neki. More Zeds inbound. Steam Guard probléma, olyan probléma, amit senki nem tudott eddig válaszolni. Az jó, nekem is szoktak olyan dolgok lenni, amikor a jó Isten nem segít nekem, hogy hogy oldjam meg a dolgaimat, általában minden problémám ilyen. Aztán feladom, és utána valahogy megoldódik magától. Amikor már nem kéne, amikor már feladom az összes reményemet, hogy ez
valaha is működni fog, utána megjavul. És utána nem használom, tehát... Nagyon jó. Na, közül sziasztok, aki most csatlakozott. Kellemes estét, éjszakát, úgyse fél egy jön. Itt jön valami nagy. Jaj. Kéne egy olyat, inkább akkor shockizunk. Ez mi volt? Lehet meg fog halni. Főleg ha bebugoltat ide, igen. Kedves... hát hű. Mindegy. Na, addig irkáljatok valamit, én addig válaszolok, van. Egy percetek. Holnap tudunk GTA-zni, meg Killing Floor-ozni. Nem garantálom, az a baj, hogy... hát elég sűrű most a napjaim, és hát programjaim. Én néha felszoktam így lépegetni, játszani random, de... aztán van, hogy megunom, meg elegem van a világból, úgyhogy... ilyen biztosra nem mondok semmit. De... hogyha így látjátok, hogy játszok, vagy valami, és bejöttök, az nem baj, tehát... nagyon így partikra, meg ilyenekre nem szoktam ilyenkor menni. Jó, hogy különböző kódot el... aha! Hát ez gáz. Hát igen, ez elég érdekes ilyenkor, nem tudom. Happiness is! Nem lehet letiltatni az egyik izét? Az egyik telefont, vagy nem tudom. Hát igen, ez elég gáz, most így belegondolom. Mert egy két kód, hát... fogalmam sincs, az a baj. Én a Steamet azért is utálom, és azért nem szeretem, pont az ilyen kódok miatt, hogy az embernek játszani van kedve, múltkor is fel akartam lépni, mert frissítsam a Steam-em, és akkor ki kell jelentkezni a Google fiókból, bejelentkezni a másikba, ugye ott kapsz egy kódot, azt ki kell másolni, be kell írni a Steam-be, utána azt elfogadod, beírod még a jelszót, a felhasználót, az e-mailt, utána belépsz a játékhoz, és akkor utána esetleg, ha még nincs is letölt a játék, letöltöd, és akkor utána tudsz online játszani. Köszönjük, Steam! Én világ életemben utáltam a Steam-et. Pedig nekem nincs is belépve, vagy se nincs beixelve egy ilyen több biztonsági rendszer, meg ilyenek. Én ezeket personally utálom, amikor ezek a... jaj! Jelszó, emlékeztető, számkód, új lenyomatolvasó, Isten tudja. Nekem mindenhol be van írva a jelszóm, hogyha valaki esetleg feltöri a gépemet, akkor minden adatomat meg tudja, kész. Jó, használok én is több jelszót, de... azért nem olyan ezért, hogy... egy bonyolult lenne. Holnap feltörik a YouTube-om, köszönöm. This some kind of freaky horror movie set? You own the money. Oh, money, hol? Kinek? Final choices, people. Adjál money-t. Akkor rohagy meg. Jó, hát akkor én ezeket így szépen... he, a Zweihandorom, ez hol? Hova menekült? Vissza kellett venni a cuccaimat, nem áll. Az igen, hogyha meghalok, akkor a cuccaim elvesznek. Ez mi a fegyver? Te mit képzelsz magadról, ilyen Z? Rotációs Daryl style-ba nyomod? Hello? Ez csodálatos, biztos pofázik, de én nem hallom, direkt mellem utoltam. Ha! Na mindegy. Hát igen, általában az ilyen izé népputító kérdésekre nincsen válasz, vagyis hát ez ilyen... elszartuk a dolgot, csak neked, és akkor... csak a
te ezé problémád van, és akkor az ilyen ezé... Ezt jól elmondtam, mindegy. Nekem is van egy csomó ilyen problémám, hogy az így senkinek nem probléma, csak nekem. És erre nincsenek válaszok, tehát így ez csak... Ez az én izém. Szarságom, és akkor így, hát old meg. Nyilván nem lehet, tehát csak nekem nem lehet ezt megoldani, de egy csomó ilyen dolgom van nekem is, hogy... Szar, és... Senkinek nem probléma, csak nekem. Ez mi? Samu. Ez de aranyos. Á, nem. Ezt nem is megoldani. Oda be egy gránát teszünk neki, vagy tizet. Jaj. Borsosat tettem nemrég. Szerintem most nem hallottok semmit, mindegy. Hát szervusz. És amikor ilyen borsos kaját félrenyel az ember, vagy hát ilyen csípős kaját, az attól jobb érzés nincsen. Jaj. Még az orrom tizi taknya is megindult, köszönöm szépen. Na, igen. Igen. Jaj. Hát viszlát. Jaj. Hon nem látom a töltényet, de ott van még. Jaj. Összepüfögöm az életemet. Hát ez gyönyörű. De meg menj már innen, mert idegesítesz. Éppen annyira, hogy meg kell halnom. Köszönöm szépen. Mindegy. Valami mostanában nem hallom vissza magam annyira. És ezért nem tudok beszélni megint. Jó, eddig sem tudtam értelmesen, normálisan beszélni magyarul, de most már annyira sem tudok, mert nem hallom vissza magam. Így, na így jól lenne. Így fog beszélni mostanában. Sziasztok! De ez így tök jó, így meg alig hallom magam. Pedig maxon van az egy mikrofon. Nem értem, hogy miért. Na mindegy. Na fussunk. Yeah. Jaj. Nem tudom, mióta megy a stream, de... Olyan, mintha már másfél óra elmenne. Tök jó. Azt mondja, hogy ez kell. Volt bullpupom. Jó, ez nem kell, azt mondja. A combat shotit is megveszem, mert az jó fegyver. Voltunk ma korában, ami már Ocean, vagy Ocean. Mindegy. Borsodban az Ocean. És láttam ott ilyen új ízét, ilyen Axe Dezodort, vagy Axe Dezodort. És fehér volt. És megtetszett, kipróbáltam, na mind, nem is ez a lényeg. És ilyen vaníliás, túrós sütemény illata van konkrétan. Befújtam vele ezt a jobb vállamat. Azóta ezt szagolom, tehát olyan rohadt jó, hello. Illata van egy csém, tehát konkrétan mint ez a, melyik az a sütemény, ez a... Rigó Jancsi, vagy melyik? Mindegy, van egy ilyen sütő, hogy ilyen... vaníliás, túrós, de ilyen... epic, nagyon jó illata van. Meg ez a krém túró is, na olyasmi. Rohadt jó, és... azóta ilyen tök jó illatom van. Jeles. Rauli egyszer életében illatos. Az is hamar majd elmúlik. Na ez mi ez gáz? Nem tudom mi ez a bang, úristen. Felmenekítettem. Gáz nem. Azt mondjuk ebben a shotiba, hogy ez ilyen...
osztja az népet. Még van egyel durvább bennél is, tehát az ilyen tényleg ilyen hiper mega epic atomszitál. Ez egyszer meglátlak visszalátás kategória, de ez se rossz amúgy. Ez ilyen automata. Bár nekem nem tudom, még mindig a kedvencem ez a... ez az Iridis Szent Soti. Hát ezzel így lősz, és a lőszer benne tüzes, tehát... meglövöd az ellenfelet, és felgyullad majorunk. Ezt imádom. Ez olcsó, viszont nagyon jó. Szia kövér valaki. A táskám. Szia Pók, szia idegesítő. Úgy de rohna vagy te még közelről is. Jézus Isten. Hát szervusz. Viszlát. Korán mentet, nem későn, de... oh, level up, support 8. Van egy ilyen vicc, hogy miért kell a szegény ember a kora, mint bolt tetején. Mert aki korán kell, aranyat lel. Elég szar vicc, de annak ezért röhögtem egy fél napot. Elképzeltem a jelentet, hogy ilyen hajléktalan felmi a kora tetejére, valahogy ilyen, ilyen fákból craftolt ilyen létrán, és akkor felkereggel, tök jó. Na mindegy, elég szar volt, mindegy. Ah, közben sziasztok, a gomösöt kellemes estét kívánok. Ez már nálam ilyen népszokás, ugye? Hogy mindenkinek kellemes estét kívánok. Leszarom, hogyha reggel van, vagy délelőtt, vagy hajnal, vagy délután, mindenkinek kellemes estét, tehát így. Nem érdekel. Este van kész. Hát megveszem azt az über brutálsat itt, ugye azt mondja, hogy akkor eladjuk mondjuk a ezt. Á, nem tudom megvenni. Ja, mert hogy, aha. Így se, tehát el kell adnom ezt. Megveszem az autósot itt, meg megveszek egy duál. Ó, köszönöm. Na. Hál' Istennek kaptam pénzt. Pump action, mit vegyünk még? Van egy jó fegyver. Ez. Ez 650. Mindig akkor ezt nem vesszük meg. Katona, minden van itt. Jó, nem, tehát ezután igen, tudok beszélni. Ez a, oh, jön a boss. Ja, ez a könnyebbik legalább. Dr. Hans. What shall I call it? My entertainment break. Ich mit der von Sieber und alles da. Krankenhaus. Wagenwolf. Von Zubat. Ezek értelmetlen szavak, nem németek. Na, szóval ez a kis támogatós, hogy nem ugye megmutatom, hogy mit tud ő, tehát így. Köszönöm, hogy is nem rossz halál lett. Ezzel valakit szétdarálnak a való életbe, azt szerintem ezzel annyi az esélyem, hogy lejjék, hogy hogy én valahogy sikeres jutubos leszek ilyen egyelő a sohával, bár van még rá lehetőség, olyan 1%. Megtámogatjuk gránát. Warfare-rel. Tök jó. Tudok még szarszó vicceket mondani. Ja, nyugodtan. Legalább jó hangulat lesz. Épp fegyverem van. Az igen. Ezt
azt a gázpalackot kell a hátra lőni. Ez annyira nem válik be sajnos. Ja, jó értem. Hílelünk, mert belehalomunk a dolgokba. Ez nagyon hangos a játék. Nem látom, mit kell lőni. Ez a meg a püskület. Jézus Isten. Ennyi? Szétpurcantam, és a darabjaim így a... Az igen. Hát a gravitáció nincs nagyon erre a pályán. Mindegy. Hát ez tök jó volt. Végül is csak én haltam bele. Mindegy. Vagy ez én vagyok? Ez lehet én vagyok. Mindegy. New item. Azt mondja, RPG 7 Tiger, field tested. Beszorok itt is ilyenizék vannak. Na, menjünk még egyet akkor szerintem. Még egy gyorsan aztán. Hát egy fél órája megy a stream, igen, még akkor egyet. Hát még egy másik játékmódot, hogyha nem fagy be a kellemes játék. Sőt, megpróbálom akkor azt. Van benne egy csomó új pálya. Van ez a... ez az új. Jó, ezen, hogyha esetleg ezen megyünk, akkor ezt megvárom még. Vagy most lépjek ki? Ki lehet lépni. Jó, inkább kilépek, nem érdekel. Max befogy. Félúrás rész sem rossz. Tehát online matchmaking azt mondja, nem survival, hanem... VS. Igen, ez kell nekünk. Csak dobjon be, az a lényeg. PLS. Tehát ez ugye az, hogy egyik körbe te vagy a zombi, utána meg te vagy az ember. Farmhouse. Na hát. Nem fagysz be? Ready up. Oh, nem fagytunk be, de jó. Ó, és ez az új pálya, vagyis hát az új... ez mi? Szóval ez az új... azt hiszem... az új skines zombik vannak már ebbe benne. Még 30 másodperc, úgy érzem, hogy mi fogunk támadni. Igen, mi leszünk a zombájnok első körben. Ők 2x4, és hát 2 kört éltek túl a 4-ből. Most jön a harmadik körük. Azt nem tudom, hogy a maszk rajta, de... exotik, na jó. Hát ez olyan vicc volt, hogy ez... vagy nem? Ja, na, spawnoltunk. Jó, tehát most ezzel a... hát szimpatikus idegbeteg nyomorékkal vagyunk. Tud ilyen dolgokat. Ezeknek is ugye vannak különféle skilljeik. És meg kell ölni a emberkéket. Viszont azt hiszem ugyanannyi HP-juk van, mint a sima mai zombiknak. De ezt mindjárt leszedem. Na, meg is halt, tessék. Ki ölt meg? Hanyan élnek? Három. Ketten. Na, ez egész jó. Igen, a harmadik körben meg szoktak általában halni az emberek. Nem tudom miért. Mindegy. Na, tessék, már négyen meghaltak. Na. Ah, pont a legjobb ezével vagyunk is. Van újra élettek, vagy mi? Ez a... ilyen láncfűrészes ember. De most mi történt? Hogy perkel, és újra élesztették magukat, vagy mi? Jó, egy meghalt.
Nem tudom, mi nyomkorog össze-vissza. Ezzel nem kéne meghalni, mert ez erős. Hol van még egy? Aha, meg is haltam. De megint három halottak. Nem tudom mi ez. 3Z. Aztán nem függ át benne. Ez mind a három izé szerintem player. Victory. Ah, nyertünk. Ennyi volt. Lehet a második körbe csatlakoztam be. Your team wins. Hát oké. Hát ez csodálatos. Na jó. Akkor megyünk még egyet. Gyorsan ránézek. Az a baj, ha mindig 32 perce megy. Jó, az lehet nem lesz egy órásom, hogy ez a stream, vagy nem tudom. Leszettem amúgy a... Melyik a Just Cause 3-at? Vagy Just Cause, ugye? Magyarosan mondva. Abból is kéne live-olni, majd lehet jövő héten abból lesz live. Akkor a véraláfutáson lábúja, mondd csak, hogy valami szépről is beszéljek, úristen. Na ne, Párizs, de akkor a Black Forest, az melyik? Prison. De itt van Black Forest. Lenne a Black Forest. Párizson már előbb mentünk, vagy a Prison? Prison. Igazából egyik, na Black Forest jó, egyik pályán sem voltam, tehát mind a kettő jó, vagyis hát mind a három. Én még a múltkor játszottam még a Bullet, vagy Bali, nem tudom, hogy kell mondani, mindegy. Azt nem ismerem amúgy ezt a játékot. Kick player? Tete 4-20, nem akarom kickelni. Az a, én csak a borítóképét tudom annak a játéknak, az nem tudom miről szól, de biztos jó. Ki, nem kikkelünk senkit, csak ready up-oljunk már. És mi a szar van? ETF. Nem kikkelünk senkit. Lemutolom őket közben. Na, azt a rohadt teget, mi ez a pálya? Azt a... Te hogy nézel ki? Hát te nem induljunk meg... Nem tudom én erre. Már jönnek egyből? Én ott lát... Aha! Ezek új playerek. Igen, mert sok életük van. Igen, ezek playerek voltak. Szerintem... ott is volt még egy player. Nem tudom, hogy hova kéne menni, teljesen úgy ez a pálya. Tetszik amúgy, hogy itt valami várom, nem tudom mi ez. Te is rohadt player vagy? Jó, meghaltam, de... Ők legalább nem. Jó, mindegy. Rockstar játék kicsi GTA stílusú. Az jó lehet amúgy. Mi ez az aranyember kinézet? Azt hittem, itt bugos a zöld hátterem. Na, itt a vége. Eltűnök, várjatok így. Nagyon vicces. Ez lehetne ilyen izé, ilyen... Nem tudom, ilyen eltüntetek egy zsebkendőt, tehát így... Zseb... Várjál?
Na, hol a vég? A vége? Tehát... így... mindjárt meg lesz. Így, és akkor... na, eltüntetek egy zsebkendőt. Hát itt pont látszik mindegy. Akkor így. Hopp. Mindegy, nem vagyok jó bűvész. Akkor így. Hopp. Ah, nincs itt. Úristen. Hát még gyakorolnom kell sokat. Ezt meg fogunk tanulni. Hát ezzel a kezemmel kéne. Ugye meg van tükrözve. Ez itt alul. Tehát... de azt is zsebkendő, és el fogom tüntetni. Még egyszerűen ledobna, és akkor nem látja senki. Mindegy, szar. Hogyha megtetszett a bűvész tudomány, iratkozz fel. Nagyon nem mindegy. Mindig egy első körbe vagyunk. Egy zed van. Ez ilyen epic, rohadt jól néz ki majd a pálya. Miért kikkelsz ki, nyomorik? Attól, hogy pofázok, attól nem kéne kikikkel. Lemúttolsz, az jó van. Ekkora gyászokat, Istenem. Tudjam meg ki, oda megyek, azt az észét gyapom. Melyik nyomorik akar kikkelni? Ne kikkeljünk már senkit, az Isten áldja, nem. Beszarok, érted? Nincs ezém semmi. Veszünk dual pisztolt. Jó. Na szóval itt akartam megnézni, hogy itt mi van. Amúgy rájöttem, hogy kéne folytatni a Dark Souls 2 végigjátszásomat, mert... igaz, már kb. 6 éve. De mi az Istenére akarsz engem kikkelni? Melyik szar akar engem kikkelni? Az Isten áldja meg. Mi a szarban? Bajotok van. Múltoljál le, rohagyj meg akkor, hogy te vagy, nem tudom melyik az. Istenem, sok gyász nyomorékot. Köszönöm. Nem tudom, ezeknek mi bajuk van. Én nem is tudok szavazni, ez a legjobb. Hú, itt van ilyen kollektív le valami. Nagyon elkalandozok. Aha, te vagy a... gyűjthető tárgy. Oh! Egy vest. Egy Kanye vest. Dying Light-tal is kéne játszani. Múltkor azt letöltöttem, aztán... aha, te is player vagy akkor. Tehát múltkor azt leszettem, mert hogy állítólag van benne valami új ingyenes DLC, aztán mégis nem nagyon játszottam vele azóta. Miért ölsz meg? De ki a rák akar engem kikkelni? Nem, no. Néha Euro Truck Simulator 2 multizok. Abba van multi, az mit lehet abba csinálni, Jézusok? Kocsikkal trollkodnak elég durván, az igen, az jó lehet. Volt nálam katana, vagy mi az Isten ez? Valaki elköztünk. És én hogy tudok újraéledni mondjuk, mert defeat. Második kör, hát. Így jártunk. Ennyi, és akkor egyből ők nyernek és kész. Vagy lesz még second round. Ah, fel még a pálya tetejére. Switching team, jó.
le kell szednünk őket az első körben. Ez itt egy nagy híd, ez nem a... Ez, én tudom ezt hol játszódik, a GTA 5-ben tudjátok, ahol van az a híd, ahol megy a vonat, és itt ez a tó, nem tudom, itt a Chiliad, elvileg ez. Ez nem az a hely? Nagyon olyan hatása van. Na megint bele vagyunk, ez tök jó. Mekkorát ugrik? Én is szeretnék ilyen nagyot ugrani. Hoppá, itt is van egy kollektible. Ezt nem lehet kiszedni? Mindegy. Úgy tegy izi. Ásó. Itt is van egy kollektible. Ennek mi baja van? Hát ez ilyen... Nem dubstepet hallgatok. Elég bajoz. Na jó, mindig hagyjuk. Itt is van egy bent. Ez mi? Én ezt nézem. Ja, hogy ez üveg? Aha, azt hittem, ezek csak normálisan itt szenvednek. De ez tényleg olyan. Mit csinálsz? Nem dubstepet hallgatok? Elég bajoz. Na jó, hagyjuk. Inkább tényleg. Itt is van? Oh. Na, ő viszont dubstepet hallott rajta, látom. Ma a múlt hely többségben oroszok meg törökök játszanak, azt rohadt. Az jó lehet ez a játék, tehát én orosz-török viták. Házikó, de jó. Illedelmes úriember vagyok, bezárom magam után az ajtót. Na hát ilyen házba se élnék azért. Nem tudom mit csinálok amúgy. Most ki nekik kell, hogyha lenne eszük, mert nem csak semmi. Mindegy. Na, megjött Raoli. Aha, köszönöm. Hát ez csodálatos volt, köszönöm szépen. Mindegy, majd máskor. Ah, sziasztok, köszönöm mindenkinek kellemes estét kívánok, aki megérkezett köreinkben. Úristen. Megint ezzel vagyunk? Hát nem tudom, már más nincsen, vagy... Hát az igen. Így szoktam menni reggel a vécére, amikor nagyon kell székelnem. Csak így az igen, de lepottyant elénk ez a pók majomnyakok. De ez mi? Ketten vannak már emberek? Mi van itt, kérem szépen? Egy. Jó, hát ezt túlélik. Jó, azt is ők nyerik szerintem. Mindegy, legalább tudtunk játszani, ez is egy pozitívum már. Az erő a reményűt, az igen. Igen. Ő van egyedül. De ez is, hogy már 4v3, tehát tök fair amúgy érzi. Matchup. Olyan, mint a ketchup. Te most mit csinálsz? HP-t töltesz, vagy mi? 4 ember ellen? Vagy ez időre megy? Most erre tudjátok, melyik játék jutott eszembe? Viszket az orrom. The Black Forest Babies, ott kaptam egy trófeát, köszönöm. A... Melyik az a... Nem üt eszembe. Mindegy, tehát amikor van egy szörny, 4-en vagytok. Ennyi.
Ah, remove voltak a szervből, köszönöm szépen, amúgy sem akartam már többet játszani. Na, tehát amikor van egy szörny, és négyen vagytok, és Evolve neve, nem? A játéknak. És akkor enni kell vele, és minél nagyobb lesz, és ja. Amilyen tök veszteséges fos játék lett, de mondjuk kb. Meg lehet szerezni 2000 forintért dobozosan. Nem tudom, most valahogy azzal meg kívántam játszani. Ez jó szó, mindegy. Igen, Evolve, köszönöm szépen. Ez most olyan helyen játszódott, na mindegy, szerintem akkor ennyi lenne ez a mai stream. 46 perc, az tök jó, nem lesz egy órás. Bár mondjuk, hogyha az előző részt azt hozzáveszem, ami fogalmam sincs, hogy hány órás, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy még akkor egy 5 percet itt elbeszélgetünk mindenkivel. Tehát saját magammal elbeszélgetek, és akkor utána egybevágom videót, és az lehet, hogy ki fogja adni. De most mi ez a hirtelen ennyi feliratkozó? Én nem értem. Tegnap óta jött vagy 30 feliratkozó, de így egymás után, tehát hogy így évekig érted 1300, és akkor most meg 1341, és így tegnap előtt. Mi a szar? Steamen ingyenes. Ja, csak konzolon nem. Tehát meg is van nekem Steamen. Ez 3 perces lett az előző rész, az teljesen jó. Akkor... ez most 50 perces, de még 10 percet kéne beszélgetnem. Vagy csináljunk egy olyat, hogy... hogy itt van egy inventorim. Hát ezekkel nagyon nem sok mindent lehet csinálni, mindig akkor nem nézünk semmit. Store, nem érdekel, option, nem érdekel. Ez mi? Jó, kilépett a játék, nekünk tök jó. Mindegy. Akkor lehet, hogy ezért rövidebb rész lesz most, és hát jó, egy órás, tehát nem rövid. De... én örültem, hogy ezzel tudtam játszani. Még egyszer mondom. Holnap... nem tudom, hogy lesznek-e streamek, meg jövő héten megpróbálnám amúgy mindenképp majd a... még a trónok harcát folytatni. Meg amúgy van vagy 50 játék, csak most annyi minden van így hirtelen egyszerre, hogy egyszer nincs időm, meg se kedvem, meg energiám most így... streamelgetni esténként, meg sehogy. Úgyhogy azért most egy kicsit így szünetelt... a dolog. De megpróbálom majd mindenképp beindítani. Lesz egy nagy projektem, ez ilyen titkos projekt, mindegy. Abból fogtok látni pozitív dolgokat szerintem mindenki számára, úgyhogy az majd az jó lesz, annyit mondok, hogy az tök jó lesz. Úgyhogy igen. Úgyhogy akkor szerintem ennyi lenne ez a mai stream. És igen. Mert lehet jobb is, hogy egy órán belül van, mert összevág nem is lehet egy óránál több. Tényleg benne van még ez a in-game, vagyis hát in-YouTube összevágás videó, mert ezt valamikor azt mondták, ki fogják szedni. Tehát ha már az kiszedik, az jó lesz nekem, mert akkor megint egy évig mehet a gépen, mire ezt lerendereli. Na mindegy. Ez gyorsan megnézem, és utána befejezzük a dolgot. Igen, videószerkesztő. Szeptember 20-án megszűnik. Tehát a YouTube-nak vannak jó funkciói, amiket így megszüntetnek. Tehát, hogy van egy jó funkció, minek az? Szüntessük meg, érted? Két jó funkciója volt a YouTube-nak, az egyik az, hogy in-game, és hát, hogy jó, azt mondom, hogy in-game, tehát, hogy a YouTube felületén belül lehetett videókat szerkeszteni. Most már ezt ugye lecsökkentették, úgyhogy csak egy órás videót tudsz vele szerkeszteni, régen ez végleges volt, tehát egy 99 órás videót is meg tudtál szerkeszteni benne. 5 percet összevágt és kész volt a videó, most már az sem lehet, vagyis hát majd elmegy. Augusztus, vagy mit mondtam, szeptember 20-ától. Illetve volt a másik, hogy ezeket a... mi ez a kommentár dolgokat be lehetett tenni a videóba, tudjátok, hogy mit tudom, ilyen előző rész, következő rész, ide kattints ez a videó, az is eltűnt, tehát hogy... VTF... na mindegy...
YouTube-nak egy jó funkció van, az is megszűnik. Az abban YouTube-nak nem is volt soha jó funkció, de az is megszűnt már. Úgyhogy... De régen amúgy jó volt a YouTube, amikor nem ez a lájkolós fos rendszer volt még benne, hanem az a csillagos, csak akkor még nem nagyon ismertem a YouTube-ot. Annó még eléggé nagyon ilyen indavideó nézőpárti voltam, még nem is néztem nagyon videókat, úgyhogy... De a régi rendszer az jobb volt szerintem, amennyit én láttam belőle. Na mindegy, úgyhogy akkor ezt jól elbeszélgettük, hát ha lesz már egy órás rész. Úgyhogy amennyiben tetszett az a live, nyomatok egy lájkot a videóra, illetve nézzetek fel a csatornámra, és a decik iratkozzatok fel, illetve nézzétek mindenképp a lejátszási listákat. Majd a fejem felett lesz egy Killing Floor lejátszási lista, arra az irányban, ott a jobb szélén pedig fel tudtok majd iratkozni. Vagyis hát nektek bal szél, én innen jobbról látom. Mindegy. Na és amúgy akkor ígértem, elmondom azt a három dolgot, ami változott, igazából kettő tényleg változott, egyet meg csak én találtam ki, ami ilyen változatos dolog, mindegy. Tehát egy új lett a lámpám, vagyis hát ebből nem tudom mennyit vesztek észre, mindegy. Tehát egy kicsikét olyan naturálisabb színem van, nem az a nagyon kiégetős fehér. Én legalábbis úgy vettem észre. Ennek egy oka van, hogy most újra volt festve a szoba, majd ezt a hónapos vlogba elmesélem. És amikor visszapakoltam, akkor eltörtem mind a lámpámat, ami volt itt, facecam lámpa iránt, mind az égőt benne. Tehát megsemmisítettem mondjuk úgy, hogy kellett venni egy új lámpát, ami kb. Ilyen kétszer ekkora, tehát ilyen nagyjából ekkora lámpáról beszélünk, mint a fejem, amiben vettem egy 4000 kelvines kis szép fehér fényű égőt, úgyhogy eddig is az volt benne, de most valahogy ebben jobban működik, úgyhogy jobb lesz a fényem, vagyis hát én azt vettem észre, hogy egy kicsikét jobban bevilágít ez a lámpa. A második valóban Tevonnak igaza volt, hogy a szemüvegem új. Igen, ezt tegnap előtt lett kész. Ez is lesz majd a hónapos vlogban, ebből részletesen dolog. De lett új szemüvegem közben, másikkal már nem láttam. Ez meg még mindig fura, mert ilyenkor ilyen négy dimenzióba lépek, tehát itt teljesen össze-vissza látok, tehát úristen, mindegy. Illetve a harmadikon nincsen ilyen szakálbajusz kezdeményezésem. Igen, tehát mostanában már úgy szoktam, hogy minden hónap elején ezt így szépen 5 éves style-ra belakítom, aztán a hónap végén ez így megnő nekem, ilyen bajusz szakál. Nagyon, tehát ilyen nagyon ocsmányul áll, aztán mindig le is szoktam vágni, ha már nagy. Úgyhogy ez a három volt, úgyhogy ha eltaláltátok, akkor az gratulálok. Na pedig csak tippeltem. Hát igen. 2012-es YouTube-ot hiányolom vissza. Amúgy igen, az jobb volt. Na mindegy, úgyhogy találkozunk legközelebb. További szép estét, meg reggelt, minden mindenkinek, és addig is sziasztok. És nincs kedvem megnyomni a leállítás gombot, pedig meg kéne. Na jól van.